Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Misó is, október 13-án. A hold a mai napon a Magha holdházban található. Ez a holdház Regulus csillaghatása alatt áll. Regulus az egy királyi csillag. Azon kívül a királyok és az uralkodók csillaga. Hogy hat ez a mai napon? Uralkodjunk egy bizonyos szituáción felett. Uralkodjunk a mai nap felett. Uralkodjunk a gondolataink felett, és uralkodjunk az érzelmeink felett. Ez a Magha holdház összeköttetésben áll a pitriszekkel. Ez az indiai mitológiából van, és ez az őseinket szimbolizálja. Természetesen ez is hat a mai napon, gondoljunk az őseinkre, vagy az őseink gondolnak ránk. Érezzük azt, hogy óvnak bennünket. A mai napon a nap és egy visszatekintő Mars bolygó szemben áll. Itt tükröződik valami, és a nap hatása alatt itt kiderül valami. Tisztázódik valami. Ha titkaink vannak, akkor azt őrizzük meg, mert ez kiderülhet. A Mars energiája, ami nálunk nőknél is van, az erőnket mutatja. De most kell a belső egyensúly, mert ha nem így van, akkor fáradtnak érezzük magunkat, és olyan erőtlenek vagyunk. Mars az szimbolizálja a férfiakat is, és náluk tükröződik itt valami. A nap hatása alatt lehetnek apai témák, vagy a munkahelyi ügyeknél a nap a főnököt szimbolizálja, és most itt valamit ki kell egyensúlyozni. Még mindig van egy jó kapcsolat Merkur bolygó és Vénusz bolygó között. Ez lehet egy szerelmes levél, vagy egy jó hír. És még valamit a kármikus csomókról. A lefele haladó holdcsomó Kétu mutatja a múltat. Az indiai számítás szerint ez a lefele haladó holdcsomó a Szkorpión jegyében van, itt a víz eleméről van szó, tehát érzelmekről. Plutó bolygó kihat erre a kármikus csomóra, és mutatja azt, mennyire fontos, hogy most erre odafigyeljünk, és áttegyük magunkat a félelmeken, akkor így érezzük a belső erőnket. A felfele mozgó holdcsomó Rahu mutat egy kiutat. Egy olyan utat, amit még nem ismerünk, ez a felfele mozgó holdcsomó Rahu a Bika jegyében van 2022 tavaszáig. És jelenleg van egy hatás Plutó bolygótól, egy úgynevezett Quincunx kapcsolat, ami bizonytalanságokat vált ki bennünk. Annyit tudunk, hogy át kell tenni magunkat a félelmeinken. Az is fontos, hogy meglegyen a biztonság érzete, hogy az életünket tudjuk élvezni. Az anyagi biztonság is fontos, meg a nyugalom, hogy az életünket élvezni tudjuk. Ez a Bika energiája. Ez lenne a kiút. Plutó mutatja is, hogy mennyire fontos ez most számunkra, de a kapcsolat Plutó és Rahu között, ez a Quincunx kapcsolat,
Ez olyan, mint egy inga, amit gyakran elmagyarázok. Képzeljétek el, van előttetek egy inga, és én megkérdezném, mondjátok meg, hogy melyik irányba mozdul ki, a válasz nem tudom, fogalmam sincs, és így látjuk ezt a kiutat. Tehát kell a biztonság érzete, ebben biztosak vagyunk. De hogy oldjuk meg a dolgokat? A válasz nem tudom, fogalmam sincs. Így hat ránk ez a quincunx aspektus. És ez volt a felvételem, mi szó is, október 13-án. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!